31. január 30-án alakult, ez évben 30 éve. Elnökünk jelenleg Ceglédiné Kovács Ágnes. A Békés Csabai helyi szervezet létszáma 3140 fő. A Békés Csabai helyi klub az Egyesület székházában működik, Békés Csaba Kölcsey út 27 szám alatt. Jelenleg akadálymentesítjük a környezetet, és nyugodtan el tudjuk tölteni a szabadidőnket egymás között. Célunk, hogy minél szorosabban tudjuk tartani a fogyatékossággal élő emberekkel a kapcsolatot, hetente egy alkalommal. A klub éves munkaterv szerint működik, benne klubfoglalkozások,
közös előadások, orvosbeteg találkozók, egészségügyi felvilágosítás, vérnyomás, vércukormérés, sportolás megszervezése szerepel. A klubvezető és az önkéntesek segítenek, körülbelül 15-20 fő van közöttünk, akik a területi bizalmiak is szívből, szeretetből végzik az elvállalt feladatukat. Meglátogatjuk az ágyhoz kötött és a kórházban fekvő betegeinket. Elhunyt társainkra végső tisztelet adásán megjelenünk a helyi szervezet képviseletében is. Az egyesületünkben működő többi helyi szervezeteinkkel jó kapcsolatot tudunk tartani, rendezvényeikre rendszeresen eljárunk. A helyi civil szervezetekkel, így a Nyugdíjas Szövetség, a Városi, a Jaminai, a Mezőmegyeli, a Lencsési Nyugdíjas Egyesületekkel jó kapcsolatot tartunk, sőt, tagjaik is vagyunk. Rendezvényeinken, kulturális programjaikon egy-két kellemes órát vagy napot töltünk el, nagyon jó a kapcsolatunk velük. Jó kapcsolatot tartunk a Békés megyei szabadidős klubok tanácsával is. Családi sportnapjaikon részt veszünk, gyalogló napokon úgy szintén. A város által szervezett lecsó, kolbász, illetve a nagyobb fesztiválokon részt veszünk, be is nevezünk, az elmúlt időszakban díjazásokat is értünk el. Nagyon jó a kapcsolatunk a kórházi mozgásszervi szakorvosaival, külön az ortopéd osztállyal és külön orvosunk dr. Zavarán János főorvosunk, aki rendszeresen tart felvilágosítást, előadásokat, orvosbeteg találkozókat. Ugyanilyen jó kapcsolatunk van a Prima Protetica Kft. Munkatársaival, ahol termékbemutatót rendezünk, és tanácsa látjuk el a segédeszközt használókat. Tagjai vagyunk a Magyar Vöröskereszt Békéscsabai Szervezetének. Évente módunkban áll pályázatot írnunk a meghirdetett külje bizottság, illetve a szociális bizottság felé, ahol támogatásban részesülünk ezeket szabadidő eltöltésére, rendezvények felhasználására vagy kirándulásokra használjuk föl. Saját erőből tartjuk a rendezvényeinket legtöbbször, ehhez tesszük ezeket a kis pár forintokat, és bizony egyre nehezebben élünk. Az intézményen belül a csoportvezető jelenleg él, mint más helyi szervezeti vezetők is, részt vettünk az állami támogatásokban, így a lakásátalakítási állami támogatás, illetve a gépkocsi elosztás, vagy még volt, amikor még volt az ütülési csekkeknél tanácsokat adtunk, adminisztrációs munkákba besegítettünk. Támogatóink vannak, ezeket a támogatókat majd, amikor a tombolát sorsoljuk, akkor szeretném elmondani. Itt jelen pillanatban mindenkit nagyon nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök, és kívánom, hogy ezen a szép ünnepen jól érezzük magunkat, és jó kedvel teljen el utána a második időszak is, mert ezt az estét két időszaknak vagy rendezvénynek szántuk. Az egyik a 30 éves jubileum megünneplése, a másik pedig az idősek világnapi köszöntése. Köszönöm szépen, és mindenkinek még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltek megjelenésükkel. Köszönöm. Segítenék Kovács Ágnest, a mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületének elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelettel köszöntöm Önöket a mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületének elnöksége nevében. Nekem az a feladatom a megyei elnök tisztségében, hogy bemutassam Önöknek azt a szervezetet, amely 30 évvel ezelőtt indult el. Azt gondolom, hogy 30 év az, ha alapvetően végig gondoljuk, nem kevés, de nem is olyan sok. 30 év nagyon gyorsan is el tud telni, és el tud telni nagyon lassan is. Ez a 30 év azt gondolom, hogy nem volt haszontalan a mozgássérült emberek miatt,
hiszen létre jött egy olyan közösség, amelyet ma mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületének hívunk. Néhány mozgássérült ember annélkül, hogy kérte őket volna bárki arra, hogy létrehozzon valami értéket ennek a közösségnek, a többieknek, úgy döntött, hogy minden nehézséget felvállalva létrehoz egy közösséget, és ezt a közösséget összetartva, fejlesztve, segíti és támogatja. Ez a szervezet 30 évvel ezelőtt még csak néhány emberből áll. Ma már 13 000 fős közösségről beszélünk. A mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesülete a Békés Csabai helyi szervezettel együtt 23 területi szervezetet működtet. A 23 területi szervezetünk ma már 65 településen éri el a fogyatékos embereket. A mozgássérült emberek közössége még egy nagy dolgot tett. Létrehozta a saját szolgáltatásait, amelyeket ma már nem csak a mozgássérült embereknek, hanem értelmi, hallás, látás és autista embereknek is nyújtja. Azt gondolom, hogy ez a közösség 30 évvel ezelőtt, amikor elindult, talán nem is gondolta, hogy mire képes. Ez a szervezet, ha alapvetően meg szeretném határozni, hogy milyen feladatokat végez, akkor talán 2 vagy 3 nagy csoportra tudnám a tevékenységét bontani. Az egyik olyan nagy feladat, amit a helyi szervezeteink végeznek, az a közösségépítés, hiszen egy szolgáltatás akkor nyújt igazán segítséget, ha az közvetlen közelben elérhető egy fogyatékos ember számára. A helyi szervezeteink a közelségbe viszik a szolgáltatásokat, hiszen a településeken jelen vannak, és az ott lévő problémákra a civilek rugalmasságával képesek gyorsan reagálni. Azt gondolom, hogy ez a fajta közösségteremtés, amit nyújtanak, hiszen klubokat működtetnek, ilyen rendezvényeket szerveznek, mint amilyen az önöké, részt vesznek más civil szervezetek munkájában, azt gondolom, hogy minden társadalomban nagy szükség van az ilyen típusú segítségnyújtásokra, és azt gondolom, hogy nagyon nagy érték ez a munka. Ezek a helyi szervezetek voltak azok, akik az elmúlt években és az évtizedekben felnövesztették ezt az egyesületet oda, ahol ma tart. És eljutottunk oda, hogy ma már ez a szervezet nem csak közösséget teremt, hanem olyan szolgáltatásokat is nyújt, amely a fogyatékos emberek számára a mindennapi életben nagy szükség van. Ez a szervezet nem azt tette, hogy kritikákat fogalmazott meg, hogy mire van szüksége, vagy mi rossz, létrehozta saját maga a szolgáltatásait. Példát mutatva más közösségeknek is, és példát mutatva akár az önkormányzatoknak is. A mi szervezetünk ma már 14 intézmény fenntartója, még amikor a 30. évfordulókat tartottuk, 13 intézményünk volt, és az a film, amit majd önök látni fognak, akkor még csak emlegettük a 14. intézményünket, az ma már egy működő intézmény. De már lefolytattunk egy működésengedélyeztetési eljárást, aminek köszönhetően újabb kistérségben újabb szociális szolgáltató központot fogunk létrehozni, és január 1-jében kezdi meg a Sárréten a működését. Azt gondolom, hogy ez a szervezetnek a bemutatása néhány percben lehetetlen. És azt gondolom, hogy nagyon nehéz kiállni egy mikrofon mögé, és elmondani önöknek, hogy milyen munkát végzünk. Ezért 2 kedves barátunkat kértem fel, Gábort és Major Gyulát arra, hogy segítsenek ennek a szervezetnek, a kívülállók szemével bemutatni önöknek és az érdeklődőknek ennek a szervezetnek a munkáját. Az ő munkájuk eredményeképpen megszületett egy újabb film, ami rólunk szól. Kérem, nézzék meg azt a filmet, amelyben megismerhetnek bennünket, és talán egy kicsit a mindennapjainkba is betekintést nyernek. Kérem, nézzék meg a filmet. Amikor sok-sok évvel ezelőtt a város és köztünk elindult a tárgyalás, és Vágbőnyi Gábor akkori szociális bizottsági elnök bólogat,
voltak csatáink, hogy mi ezt az épületet mennyire szeretnénk, és mennyire fél tőlünk az akkori képviselőtestület, hogy mit tudunk még majd kezdeni ezzel az épülettel. És hát jelentem, mi ezt az épületet megtöltöttük. Ez az épület ma tartalommal van megtöltve, olyan szolgáltatásokkal, amelyek nélkül nagyon sokan, nagyon nehezen lennének meg. Az az épület ma helyet ad egy olyan komplex intézményrendszernek, amiben 850 ember napi szintű ellátása szerveződik meg. Ebből 174 fogyatékos gyerek ellátása szerveződik meg. Én azt gondolom, hogy azt a bizalmat, amit mi kaptunk Békés Csaba várostól, mi igyekeztünk meghálálni a munkánkon keresztül az emberekért. Mert a város és a mi egyesületünknek a célja ugyanaz, segíteni az embereken. Én azt gondolom, hogy ez a szervezet akármilyen nehézségeken is ment keresztül, mindig képes volt építkezni. A legnagyobb nehézségekben is képesek voltunk újabb és újabb értékeket teremteni. A mi értékrendszerünk ebben a szolgáltatási rendszerben van, és az elmúlt 30 évben. Ez a szervezet ma már nemzetközi elismerésekkel is dicsekedhet, ha lehet ez dicsekvésnek nevezni. Hiszen az a szolgáltatási struktúra, amelyet mi létrehoztunk civilként, és Magyarországon ekkora szolgáltatási struktúrával egyetlen egy civil szervezet rendelkezik még Somogy megyében, a másik ilyen szervezet itt van Békés Csabán, Békés megyében, ma már nemzetközileg is el van elismert. Düsseldorf, Bécs, Prágai Parlament, a berlini Bundestag hallotta és ismerte már meg ezt az intézményrendszert. A múlt héten készült el az a konferenciaanyag, amely a Szociális Szolgáltatók Nemzetközi Konferenciáján fogja bemutatni ezt a magyar példát. Jövő hónapban Madridban kell egy konferencián bemutatni ezt a rendszert. Én azt gondolom, hogy ez a közösség büszke lehet arra, hogy mit hozott létre. Ez minden tag és minden benne dolgozó ember közös eredménye. Én szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik 30 évvel ezelőtt útjára indították ezt a szervezetet, hogy volt bátorságuk megtenni ezt a lépést. Köszönöm minden embernek, aki az elmúlt 30 évben akármennyi időre is, de csatlakozott hozzánk, és segítette a munkájával ezt a közösséget ebben az építkezésben. Ez a szervezet azt gondolom, hogy valamit még tanít ennek a társadalomnak, ennek a magyar társadalomnak. Hogy az a sok ember, aki ebben önkéntesként részt vesz, és a betegsége után, amikor szembesül a problémájával, nem feladja és megadja magát a nehéz sorsának, hanem abból felállva képes másoknak is segíteni, tanítja a társadalmat arra, hogy nincs az a nehéz helyzet, amiben nem segíthetünk önmagunkon, és ne tudnánk segíteni másokon. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a 30 éves építkezésben részt vett, mert bebizonyítottuk önmagunknak és mindenki másnak, hogy a közösségnek, a közösségben vetett hitnek és erőnek ilyen eredményei születhetnek. Meg kell tanulni az egész magyar társadalomnak. Köszönöm mindenkinek a munkáját. És búcsúzóul az egyik kedvencemtől szeretnék hozni néhány mondatot. Winston Churchillnek, miután a politikai pályáját befejezte, sok évvel azt követően felkérte az egyik egyetem, hogy tartson előadást. És nagyon sokan várták, hogy ez a nagyszerű politikus mit tud mondani ennyi éve múltával. Felkérték Churchillt, hogy fáradjon az ellenmelvényre és tartsa meg az előadását. Fölment, beállt a mikrofon mögé, szembefordult az emberekkel, belenézett a szemükbe, és annyit mondott. Soha ne add fel,
Soha, soha, soha. Mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületen. Soha ne add fel, soha, soha, soha. Boldog születésnapot. Köszönöm, hogy meghallgattak. Felkérem dr. Kerekes Attilát, önkormányzati képviselőt, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Először is szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Békéscsabai Mozgáskorlátozottak Egyesületének 30. évfordulójára alkalmából rendezett ünnepi rendezvényen. Mindig nagy öröm számomra, hogyha egy civil szervezet meghív a rendezvényére, de különös öröm, ha egy olyan szervezet hív meg, mint a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, amelyik végül is, amit képviselek szakterületet az önkormányzatban, végül is ez a terület ide tartozik. Tisztelt vendégek! Az életet igazán akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk, mondta Márk Vér. Talán ez a idézet jutott eszükbe azoknak az embereknek, akik 30 évvel ezelőtt azt a bátor gondolatra jutottak és aktívak voltak, hogy megalakítják a Békés megyei és Békés Csabai Mozgáskorlátozottak Egyesületét. Ezt tették azzal a szándékkal, hogy összefogják a Békés megyei fogyatékos embereket, megszervezzék az oktatásukat, rehabilitációjukat, és talán néha elfelejtessék velük a otthonukban lévő munkat, bajokat, és kimozdítsák az otthonukból, és képviseljék az érdekeiket. Ez olyan jól sikerült, ahogy a elnök asszonytól is hallottam, hogy most már sok tízezres tagsága van az egyesületnek, sok intézménye, és én is mondhatom, hogy az elnök asszony is már elmondta, hogy ez a szervezet a civil szervezetek között is komoly tekintélyt és elismerést hívott ki magának. Tisztelt hölgyeim és uraim, sokat beszélünk az esélyegyenlőségről, a segítőkészségről, de én úgy gondolom, hogy a beszéd mellett még talán több a tett, tehát cselekedni is kell. Mi a Békéscsabai város vezetői is igyekszünk segíteni. Ez a segítség egyben megnyilvánul egy közvetlen segítségben, ahogy az elnök asszony is mondta, például pénzbeni segítségben, de közvetett segítséget is adunk, hiszen a városban lévő különböző felújításoknál, fejlesztéseknél a mozgáskorlátozottakra is gondolunk, amikor különböző helyeken az akadály elhárítást elvégezzük. Kedves barátaim, először is szeretném elismerésemet kifejezni nem csak a Mozgáskorlátozott Egyesületnek a vezetőinek, de azt hiszem valamennyi tagjának is, hiszen az igazi életet a tagok adják, és azok az aktív tagok, akik ezt a nemes célt végzik. És kívánom, hogy erre a munkához kívánok nagyon sok erőt, egészséget és derűt is, mert látom, hogy a terv is megvan. És köszönöm a megtisztelő figyelmet. Felkérem Ceglédiné Kovács Ágnes elnökasszonyt és Vitéz Nászlóné Békéscsabai helyi klub vezetőt, hogy adják át a mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesülete jubileumi oklevelét azon intézményeknek, szervezeteknek, aktivistáknak, akik együttműködésükkel, munkájukkal támogatták a fogyatékossággal élő embereket és a mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületét, a Békéscsabai helyi klubot.
A Mozgáskorlátozottak Békés megyei egyesületének elnöksége oklevélben részesíti kiemelkedő munkájuk elismeréséért a Békés Csabai helyi klubot. Az oklevelet átveszi Vitéz Lászlóné klubvezető. A Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti dr. Zaborán János főorvost, a mozgássérült emberek rehabilitációjának oklevélben részesíti a Körösvolán autóbusz közlekedési ZRT-t a Békés Csabai klub kirándulásainak lebonyolításában nyújtott támogatásáért. Az oklevelet átveszi Bárdos Erzsébet. A Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti a Jamina Patikát a Békés Csabai klub rendezvényeinek lebonyolításához nyújtott anyagi támogatást. Az oklevelet átveszi Szarvas Andrásné. Korlátozottabb Békés Csabai klubja oklevélben részesíti a Suzuki Ankers Kft-t a Békés Csabai klub szabadidős programjainak anyagi támogatásáért. Az oklevelet átveszi Pató István ügyvezető igazgató. A Mozgáskorlátozottabb Békés Csabai klubja oklevélben részesíti Vitéz Lászlónét, aki a Békés Csabai helyi klub vezetője 13 éve. A Békés Csabai fogyatékos emberek érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. A Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti Hudák Nétian Annát, aki a Békés Csabai helyi klub vezető helyettese, a Békés Csabai fogyatékos emberek érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti Bozsó Mihálynét, aki alapító tagja a klubnak. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti Andó Györgynét, aki alapító tagja a klubnak. Betegsége miatt testvére Mucsi Sándorné veszi át a díjat, és ezúton kívánok neki mielőbbi jobbulást. A Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti Rajki Istvánt, a Békés Csabai klub rendezvényeinek lebonyolításához nyújtott anyagi támogatásáért. Egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. A Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti Fejes Tóth Istvánt és Fejes Tóth Istvánnét a klub rendezvényeinek lebonyolításához nyújtott anyagi támogatásáért. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai klubja oklevélben részesíti a Kuke BD-t a Békés Csabai klub rendezvényeinek lebonyolításához nyújtott anyagi támogatásáért. Az oklevelet átveszi Nagy Mónika.
A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Mező Istvánt és Csőke Évánt a Békés Csabai Klub rendezvényeinek lebonyolításában nyújtott támogatását. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Bartók Pálnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Kovács Mátyásnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Samu Istvánnét a Békés Csabai fogyatékos emberek érdekében végzett kiemelkedő tevékenység. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Nyihár Mihálynét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Beracka Pálnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Kovács Lászlónét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Hajdú Gábornét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. Mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Kovács Lászlót a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. Elmondom, hogy a mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Szűcs Józsefnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Szilágyi Istvánt a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkáját. A
mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Kovarszki Ilonát a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Krizsán Mihálynét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Lauri Nyenc Józsefnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Majernik Józsefnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Pantara Györgyöt a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Juhász Gyulánét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. A mozgáskorlátozottak Békés Csabai Klubja oklevélben részesíti Ács Pálnét a Békés Csabai mozgássérült emberek érdekében végzett kitartó munkájáért. Felkérem Ceglédiné Kovács Ágnes elnökasszonyt, hogy az idősek világnapja alkalmából köszöntse a megjelenteket. Idős embernek lenni, mindenki másképp viszonyul hozzá, ugye? Amikor még az ember fiatal, akkor azt olyan sötéten látja, nem? Aztán telnek az évek, az évtizedek, és eljutunk abba az időszakban, amikor idősekké válunk. És mi az, hogy idősnek lenni? Valóban lehet mindenki idős? De nem arra, tehát igen, megérjük az időskort, de idősek vagyunk-e esetleg a korunk ellenére? Mert nem ez a kérdés szokott felvetődni. Amikor a mindenható úgy dönt, hogy leszülessünk erre a földre, egy hihetetlen ajándékot kapunk, az, hogy megélhetünk egy életet. Érezhetjük a szél simogatását, a nap fényét és sugarát és melegét, nézhetjük a madarakat az égen, elbújhatunk egy fa árnyékába, megismerhetjük a barátság örömét, megélhetjük a szerelem szenvedélyét, belenézhetünk a gyermekeink és unokáink csillogó szemébe, hallhatjuk az önfeledt kacagásukat. Mekkora ajándék ez, és nem éri meg azért a kis öregségért. Azt gondolom, hogy az öregség, ha jól állunk hozzá, akkor valami mást jelent, mint fájdalmat, vagy az elmúlt évtizedeket. Valami sokkal többet jelent. A megért évek, évtizedekben rejlő tapasztalatot, azt a rengeteg örömet, és hogyha még jutott is a bánatból meg a nehézségből,
Én azt tanultam meg ebben a koromban, amiben vagyok, hogy az ember annyi nehézséget kap az élettől, amennyivel elbír. Ha sokat kapott, az azt jelenti, hogy olyan erős ember, aki a legnagyobb nehézség sem tud térdre rongyasztani, vagy a földre küldeni. Azt gondolom, hogy idősnek lenni, az tele van szépséggel. Az elmúlt évtizedekben rejlő örömökkel, a létrehozott értékekkel, amit az egész életünk során tettünk, én azt gondolom, hogy az öregség még valamire jó. Azt a sok tapasztalatot, amit önök már megszereztek, mi meg szeretnénk megszerezni, azt önök átadhatják nekünk, azoknak a generációknak, a fiataloknak, a fiatalabbaknak, akik még az életük elején járnak. Önök megsegíthetnek nekik abban, hogy olyan nehézségeket, amelyeket önök már megküzdöttek, nekik már ne kelljen. És egyébként meg azt gondolom, hogy a lélek mindig fiatal. Akármilyen házban lakjon, roskadozhat a házunk, de a lelkünk fiatal. És azt gondolom, hogy amelyik szív szeret, az örökké fiatal. Köszöntöm Önöket az Idősek Világnapján, kívánok Önöknek szerető családot, csillogó szemű gyerekeket és unokákat, és még nagyon-nagyon sok boldogságot. És lehet, hogy néha felhős az ég, de mögötte egy szivárvány Önökre. Köszöntöm Önöket az Idősek Világnapján, kívánok Önöknek egészséget, boldogságot, és még ebben az életben nagyon-nagyon sok örömet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Engedjék meg, nem ragaszkodom a mikrofonhoz, csak több feladatot kaptam. Van egy nagyon kedves barátunk és kollégánk, aki a holnapi nap folyamán fiatal éveinek nagyon kerek évfordulójához ér. 70 éves lesz. Drága Katikám! A mi kis terézanyunk, kívánom, hogy ezt a közösséget még nagyon-nagyon sokáig gazdagíts a tapasztalataiddal, az életkedveddel, és még nagyon-nagyon sok emberen tud segíteni, és kívánom, hogy neked soha ne kelljen más segítségére szorulnod. Drága Terézanyunk, Katikánk, boldog születésnapot! És ugye van egy hagyomány a Békés Csabai Klubnál, és utána elengedem a mikrofont becsület szavamra. Minden évben jelképesen az időseket két kedves kollégámon keresztül szoktam köszönteni. Szeretném megköszönni egész éves munkájukat az örökké fiataloknak, Katikának és Hudákné Diananának, hogy gazdagítják a közösségünket, és még mindig itt vannak köztünk, és teszik a dolgukat, és soha nem adják fel, betegség ide vagy oda. Ők tartják bennünk fiatalokban a lelket. Köszöntöm rajtatok keresztül az összes idős embert, és kívánok nektek nagyon gazdag éveket még köztünk. Köszönöm szépen! És nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok köszöntést mindenkinek, a klubtagjaiknak is. Jaj, a szívem. És most engedjétek meg, hogy
az elnök asszonyunknak megköszönjük a kis báránykáim nevében azt a sok mindent, amit értünk te, és kívánjuk, hogy még sokáig tartsunk ki ilyen erőben, szeretettel, családjával, velünk, és a Jóisten jó egészséget adjon. Köszönjük szépen! Nagyon megköszönni a segítségét a narrátor útnak, Ágikának. Gyere ide, Ági, kapuszoló út, mert nem tudom mondani, hogy köszönjük szépen a rátermettséget, azt a sok-sok kedvességet, amit adtál nekünk. Köszönjük szépen Tokainénak is azt a nagyon-nagyon odaadást, amit értünk a klubért és amit az Egyesület értett. Kívánjuk, hogy sokáig tegye még ezt. Köszönöm! És még Bandikának is szeretnék megköszönni a technikusi segítséget. Fogadja a szeretettel! Már nem volt a forgatókönyvben is van, de most szeretném mindenkinek megkérni azt, hogy, vagyis megmondani, hogy akinek nincs helye, szíveskedjen már helyet keresni, hogy senki ne maradjon állva, és szeretne itt az idősek világnapja és az ünnepségünk alkalmával köszönteni bennünket Vágölgyi Gábor úr, a Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke. Úgyhogy, ha úgy érzi, hogy ide jön hozzánk, akkor most elmondhatja a mondókáját. Köszönöm szépen! Bandikám, köszönjük szépen! Kedves jó estét kívánok valamennyieknek! Nagyon szeretettel és tisztelettel fogadtam el a meghívást Katalin napjára a mai jubilámi rendezvényre, úgyhogy kedves jubiláló közönség, engedjék meg nekem, hogy én Széchenyi Zsigmond vadász könyvéből mondjak egy pár sort, amelyik úgy szól, mondta egy indiai bölcsember, hogy nem az a fontos, hogy valaki hány évesen idős, hanem az, hogy hol van. És én úgy gondolom, hogy a hogyan az egy rendkívül hangsúlyos dolog, és ha más nem, akkor az elmúlt 30 év, amit Ágnesi és Major Gyuszi segítségével itt bemutattak, az erről szólt, hogy hogyan lehet rászoruló embereknek segíteni, hogyan lehet szebbé, jobbá tenni az életüket, és egy picit legyek önző is a Városi Egyesület vezetősége nevében. Én nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm meg valamennyiüknek azt a munkát, azt a segítést, hogy hogyan tudunk egymáson segíteni. Én úgy gondolom, hogy ha az a bölcselet működik, és mindenki csak egy picit ad magából a másiknak, ami nem kerül semmiben mondjuk egy jó szó, egy simogatás, egy megbecsülés, akkor már sokat tudtunk adni egymásnak. Én a jubileum alkalmával kívánok valamennyiüknek nagyon jó egészséget. Ágnes, köszönöm neked az eddigi munkádat, képviselő úr üdvözlő szavait, és természetesen valamennyi kedves tagnak is, hogy nagyon jó szépnének, akkor körülbelül az egyharmada az itt levőknek, az a Városi Nyugdíjas Egyesületnek is a tagja. Tehát jó egészséget valamennyiüknek, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Eldöntetem magamban, hogy a világ a 70 évesnek szól, a 30 évesnek szól, nem Patinak. Fogad szeretet. Thank you.
Kis kíváncsiak azok, hogy Istenem meghazad. Elvitte őt egy kis hivat a hangiba, és ebből lett a média. Egy hitet jól alakazad, valóban nem csak hazad. De véde az nap, megküzdték a kis kocsát, mondott már egy nap tragédiát. Látogott a sok kis kacsony, hogy végeztem tőlem már. Hogy beszélte már reggel haza, azt belemegyünk kívülmány. Ha itt a bőlem kis tudom a hangról, és ebből lett a nagy tragédia. Nem is meg rólam a kacsony, mondom, nem csak haza. De az nap megközdélt a kis kocsát, boldog napi nap, hogy én járnál. Kis kíváncsi kocsát, a csukat jól áll a pozsát, mondom, nem csak haza. De mire az nap megkösték a kis kocsát, mondod már egy nap tragédiát. Thank you.
Valami jó helyre ment. Tehát a fehér 324-es, figyeljetek oda, segítsetek meg! Szépen itt álljatok egymás mögött sorba, és akkor úgy. Fehér 409. Zöld 322. Fehér 496. Köszönöm, hogy jöttök segíteni. Rengeteg zöld számot húztam ki. Kukucs. Kukucs. Zöld 366-os. Itt van. Állj! Zöld 46-os. Takarjátok le, van ott, van egy 502-es. Ha megnyerte, hadd vigye. Hol a 102-es? 535-ös. Tök van a sarka. 548-as. Hol? Hol? Fehér volt! Mondtam, hogy bunda! Zöld 142-es! Zöld 130! Fehér 51-es! Zöld 140-es! Fehér 189-es. Zöld 3, tehát a fehér 189-es kinél van? Figyelem, fehér Zaharán Körmosok. Zöld 129-es. Figyelem, még egyszer kérdezem, hogy kinek van fehér 189-ese? Fehér 189-ese, hogy nincs a kecilője. De nem nézd meg.